Zenés bemelegítéssel készülnek az edzésre azok, akik eljöttek erre a saját súlyos testmozgásra. Az intervall edzés elven alapuló tréninget október eleje óta élvezhetik a mozogni, formálódni vágyó emberek Szekszárdon, a teniszpálya mögötti edzőteremben. A saját súlyos edzés alatt jellemzően olyan gyakorlatokat csinálnak, melyek közelebb állnak a hétköznapi tevékenységekhez, mint mondjuk a súlyokkal végzett edzés. Ez a mozgásforma nem hatalmas izmokat épít, hanem szálkás, funkcionális izomzatot hoz létre. Akkor a felülésből lesz 15 darab, és a hegymászóból pedig lesz 20 darab. 10 darab burpee, 15 felülés, és 20 darab hegymászó, és két körbe, jó? Na, hadd szólj, akkor mehet a burpee, gyerünk, 10 darab! Magára az edzés, ez egy saját testsúlyos edzés, ami azt jelenti, hogy külső ellenállásokat semmit nem használunk, csak a saját testsúlyunkat. Ez azért is nagyon jó, mivel ugye nem izolált, tehát egy gyakorlat során az egész testet megmozgatjuk, ez azt jelenti, hogy nem izolációs gyakorlatokat végzünk, nem csak egy izomcsoportot dolgozunk meg, hanem az egész test munkában van egy gyakorlat során. A legegyszerűbb gyakorlatokat végezzük az edzések során, gondolok itt fekvőtámaszra, guggolásra, kitörésre, felülésekre, hasizom gyakorlatokra, tehát nagyon egyszerűek a gyakorlatok, bárki tudja ezt végezni. Maga egy edzés úgy néz ki, hogy egy alapos bemelegítéssel kezdünk, utána pedig konkrétan átérünk az edzésre. Az edzés abból adódik, hogy két körünk van, egy körön belül van 5 gyakorlatunk, és időintervallos edzésbe csináljuk, tehát azt jelenti, hogy például mondok valamit, hogy 1 perc gyakorlat, edzés, és 30 másodperc pihenő. Az 5 gyakorlatot megcsináljuk így, és a gyakorlatok végén pedig van 1 perc pihenő, és ezt 3-szor csináljuk meg. És ebből van 2 körünk, tehát eléggé fárasztó így. A saját súlyos edzés jó hatással van a szervezetre, javítja az állóképességet, hiszen az egyik legkeményebb mozgásforma a saját súlyunkkal való terhelés. Minél jobb az állóképességünk, minél többet fejlődünk, annál hamarabb képes a szervezet kompenzálni a fokozott igénybevételt, észrevehetően gyorsabban csökken a pulzusunk a pihenő szakaszokban, és áll be a kívánt szintre, és annál hamarabb áll készen egy újabb terhelésre a szervezetünk. Az inakat és izületeket kíméletesen erősíti, ezáltal csökken az esélye az idősebb kori izületfájdalmaknak. A mozgás koordinációra is pozitív hatással van, hiszen az ember természetes mozgásához áll közel ez a sport, de számos más jótékony hatással is bír, erről is beszélt Szakás László edző. Az edzés maga nagyon jól fejleszti az erőt, az állóképességet, a hajlékonyságot, akár a mozgás koordinációt, a motoros képességeket is, tehát mindent fejleszt egyaránt, és emellett ugye nagyon jó zsírégető hatása is van az edzésünknek. Tehát aki fogyás szempontjából szeretne lenni, őt is várjuk szeretettel, mert nagyon jó zsírégető hatása van, mivel ugye magas pulzustartományban dolgozunk az egész edzésen. Az edzéseinkre bárkit várunk szeretettel, tényleg, tehát edzettségi szinttől függetlenül, mert akár legyen az teljesen kezdő is, vagy akár versenysportoló is, mindenkinek személyre szabott edzéstel van, tehát mindenki a saját erő állóképességéhez képest kap egy edzést, amit kell végrehajtania. Az edzések megkezdése előtt az edző felméri a sportolni vágyó egészségi állapotát. Ez azért fontos, mert ha van bármiféle térdsérülés, válfájdalom vagy magas vérnyomás, azt az edzések alatt figyelembe veszik, és ezeknek megfelelően alakítják és szabják személyre a tréninget. Az intervall edzés egyik nagy előnye, hogy hatékonyan égeti a zsírt. Nagy súlyfelesleggel ugyan nem ajánlott ilyen típusú testmozgást végezni, viszont néhány felesleges kilót gyorsan és hatékonyan izomra tudunk cserélni, ha rendszeresen végzünk ilyen gyakorlatokat, mondta el Szakács László. Nagyon fontos zsírégető szerepe is van, mivel ugye nagyon magas mozgás pulzustartományban dolgozunk, ezért akár edzések végén ilyen 24-48 órán belül még a szervezet zsírégető periódusban, tehát akkor még bontja le a zsírt, úgy kell, nagyon fontos ugye, hogy utána, hogy étkezik az ember, és ugye edzések előtt is, hogy olyan tápanyagot vigyen be, ami az edzések után be tud épülni, és edzések előtt pedig ugye magas azért szénhidrát tartalmú ételeket fogyasszon, mert azért, hogyha olyan az edzés, akkor ugye gyorsan leesik a vércukor, aztán akkor egy rosszulét az gyorsan bekövetkezik. Az edzéseken egy héten 3-szor lehet részt venni előzetes bejelentkezéssel. Hétfőn este 3.48-tól 3.49-ig, kedden a kora reggeli órákban 4.07-től 4.48-ig, és szerdán szintén az esti órákban várják az izmosodni, fogyni, formálódni vágyókat.
Pontos információ és elérhetőség a Sportközpont Facebook oldalán található.